köszöntök mindenkit, Várnak Tibor Photo Essential kérdőjele című kiállításán. A kérdőjellel kezdem, ami a cím végére került. Az ugyanis, hogy az itt kiállított művek a fotográfiának valamilyen eszenciális sajátosságát ragadják meg, talán állításnak is felfogható, hiszen ahhoz nem fér kétség, hogy a fényen írt kép megképződésének alkímiája, a vegyületekben élő kép lehetőségek felfedezésének bűvölete jellemzi, és ráadásul a kamera nélkül készült fotográfia közép-európai erős hagyományai nagyjai és története foglalják el őket. Ugyanakkor szemben a nagyon tisztelt klasszikus avantgárd fénykísérletek már-már technicizmusba hajló racionalitásával, a 80-es évek alternatív kultúráját jellemző csinál maga esztétika és egyúttal morális alapállás, az örök kételkedés, a játékos irónia, a magadat halálosan komolyan sose vett parancsát követő szemtelenség, amelynek Várnai Tibor alkotói szemléletét jellemzik, megkívánták a kérdőjelet a cím végére. Hiszen Várnai Tibor annak a művész nemzedéknek a tagja, amely a magyarországi késő kárdákor urbánus underground kultúráját alakította. Tibor esetében ezt különösen fontos kiemelni, mert a budapesti Liget Galéria vezetőjeként művész generációk sorra köszönhet neki kiállítási lehetőségeket, szakmai támogatást és gyakran inspiráló alkotói és baráti közösséget. Ebben nagy hangsúlyt kaptak az új média és különösen experimentális vagy kreatív fotográfia különféle útjai, a fotogram és a pusztán a fény és az érzékeny papír interakciójára alapuló luminogram kísérletek, a fotókémia kimeríthetetlen ujjai és a folyamatos határtágítás, a fotó gátlások nélküli használata a képzőművészet hagyományos médiumai között, amelyek a 60-as évektől maguk is eszenciális átalakuláson mentek keresztül a művészet sokat emlegetett expanziója jegyében. Tibor nemzedéke számára valahol a hivatalos kultúrával változatosan létező, sőt, virágzó valóságban a második nyilvánosság összekapcsolatos peremvidékén az élet és a művészet más szertűsám, de még inkább Joseph Beuys gondolataira visszavezethető egysége, már szinte evidencia számba ment, a neo-hangek művészet heroizmusa pedig megmászható egysúcsnak számított, ahonnan kiáltás nyílik a szélesebb világra, de amivel meg is kell küzdeni. Erről a magaslatról a neo-hangek művészet teljesítményei tovább gondolhatóak, idézőjelbe tehetőnek, néha egyenesen kérdőjelek közé zárhatóak lettek egy olyan hibrid szubkultúrában, amelyben bőve jutott a 80-as évek poszt-modern új hullámos magatartása volt. Tibor alkotói felfogása kollektívában a zseniális illetlen sok idézőjelben korábban a nyugati művészetre ösztönösen rezonáló és a dadaizmus tovább gondolását a legkülönféle utakon megvalósító helyettes szomjazó csoport tagjaként és egyéni alkotóként egyaránt ennek az eszenciáját is adja. Minden irónia, pankos kimasság ellenére Várnai Tibor panteonja erőteljesen kirajzolódó kiállítás terébejáról. A grafikát a fényjelírás és rajzolás lehetőségeire átfordítani igyekvő fotókísérletek előzményei között a rajzművészet olyan nagyjai is szerepet játszanak, mint Kondor Béla, vagy a napi rajzpánzumot és az írást egymással kombináló Tandori Dezső. Krisztián Sárd, Merré, Móri Megyászló fotogram kísérleteinek asszociációs tere, a fotótörténet őskorjai, például Thomas Fairfoot 18. századi fotogram kísérletei és elemi felfedezései tárgyítható. A nemzetközi avantgárd és a modern képzőművészet egyik szélpontja Malevics fekete négyzetének, illetve a polaroid fotogramokon keresztül fehér négyzetének posztmodern átirata szövi át a tereket, amelyben Reinhardt fekete festményeinek tanulságai, vagy Mark Rothko a festői gesztus és a létrehozott szellemi tér kapcsolatát mutató felvetésé is nyomot hagyta. A fekete négyzetek persze úgy négyzetek, hogy nem is azok. A nagyító keret közvetlen átvilágításával születtek, és a sűrű sötétség benzításával jön létre körülöttük az avantgárd művészet eszenciáját jelentő tiszta szellemi képződmény. Ha ez még nem elég, a művekben dada és neodada gondolkodáspont és anyaghasználat leválaszthatatlanul a körülményei által szegény vagy helyettesítő anyagokra kényszerített közép-európai avantgárd múltról a szürrealista alkotómetszer és szürrealista alkotómetszer forradnak össze a
gesztusfestészet hagyományában szabálytalan, vagy idézőjelben piszkos geometriával, Bajsz mellett Erdély Miklós alakjai körül sűrűsödő, a művészet belső törvényszerűségeit védelméleti és nyelvészeti kérdésekre volt a tervíró konceptuális felvetésekkel, vagy éppen Hajas Tibor és pécsi akcionisták Arnold Freyner radikális plagiátjának tanulságaival. A művészet történet azt mondja, az ellenőr tanított művészet 70-es évekkor lománykor után visszatér a szenzuális elem. Posztkonceptuális művészetnek nevezik, a rendszerváltás körül pedig a társadalmi kérdéseket is elemet hordó tárgyaló, szélesebb technikai apparátussal dolgozó neokonceptuális művészetre vezetik át. Tibor művei mindezzel szoros kapcsolatban állnak, búvóhatatként kísérik mindazt, ami a konceptuális művészet utóéletével és módozataival transzferjében történt nem csak a Magyarországon, hanem az egész régióban. Ezért is olyan kivételes helyzet, hogy ez a kiállítás létrejöhetett. Werner Tibor 1984 és 1993 között létrehozott sorozatai soha nem voltak így együtt látható akkorában. Ugyan sok alkotás megérte a világot az itt látható művek közül Amerikától Ausztria, Németország és Lengyelország kísérleti fotográfiai seregszemélyi, vagy a pári fotói, de számos itt látható mű ebben a térben vált kiállítási tárgyát, most szerepel első közönség előtt. Az ugyan kamerával, de a negatív manipulálásával készült átlagzott önarcképek fotóvászonra nyomtatásával és átfestésével született, a 80-as évek felszabadult, expresszív és néha drámai újfestészetének nyomait hordozó művek a bejáratnál, gyakorlatilag egyenesen műteremből kerültek a falra. Ugyan ezek teremtették meg az alkotó számára a művészet intézményesült belgeiben való szimbolikus bekerülés lehetőségét, hiszen ezekkel vette fel a soráiból a fiatal képzőművészek stúdiója, de 1985 után nem átjövett a közönség. Most először tárulhat fel, hogy milyen összetett viszonyban áll egymással a különböző kemogramokkal kiegészített végig nagy sorozat. A téli kontaktok, a tűzkontaktok, a fekete négyzetek, és hozzájuk szorosan kapcsolódva a polaroid technológiák kiátszó polaroid fotogramok, illetve a banális tárgyakra készített és a popert módozatait használó direkt kontaktok sora, köztük egészen a testtapasztalat, holtestkörészetben oly fontos, objekcióval operáló és a testvérmi nemek belkeig elvezető testvér kontaktokkal, amelyek bármely másik, gyakrabban kiállított művével állíthatóak szoros kapcsolatban, a speciális találtárgyat létrehozott és az alkotó évtizedekkel elgyűjtött levágott körmeiből álló gyűjteménye. Nagyon nagy öröm és nagyon érdekes tapasztalat, hogy a kiállítás tervezése és rendezése közben tanulja lehettem a művek által kirajzolt sajátos narratíva felépülésének. A televízió által sugárzott kép rögzítésére kísérletező tévékontaktok televízióadás történeti, sőt, médiakritikai többlet jelentése például itt, ebben a mennyiségben falra helyezve vált világossá, pedig korábban távolinak gondoltam őket Robert Heinek a videogramjaitól, vagy akár Hoppász Károly, hogy a tévéképét a saját testével helyettesítő privát adásról hozottak a kritikai hangvételétől. És épp ilyen megjelkentő a fotoemózió a szürrealisek ülás technikáját idéző égetésével létrejött tűzkontaktok elemi Györgyhez Felix szépsége is. Nagyon köszönöm Kisvár Ágnes Evelinnek, Kisvár Attilának, a maga munkatársainak, hogy lehetőséget adtak erre a kivételes eseményre. Innen pedig átadom a szót magának a művésznek, aki tárlatvezető is fog tölteni a megnyitó után, de valójában a kiállítás egész ideje alatt itt marad, és a szomszéd teremben vetített interjú filmben remélhetőleg választott mindazok a kérdéseket, amelyek a látogatóban megfogalmazódhatnak a kiállított művek láttán. A kiállítást ennek jövőben, a körülben. Thank you.